A férfiak és az ő érzelmeik. Nos, itt van velünk Fenyő Iván, és ki fogjuk faggatni, hogy vajon férfias-e, hogyha kinyilvánítja egy férfi az érzelmeit, lehet-e ilyet csinálni? Miért jó ez, hogyha jó? Meg hát a korhatáros szerelem is mindenképpen szóba fog kerülni. Iván, szeretettel köszöntünk. Szia! Szia! No, macsó pasi az, aki kimeri mutatni az érzelmeket, vagy összefüggésben áll egyáltalán ez a két dolog? Hát szerintem azért macsó pasi, aki kimutatja az érzelmeit, mert definiálni kéne ki a macsó pasi, de mindenképpen bátor pasi. Én ugyanezen az álláspontban vagyok. Gondolom. Egyszerűbb és gyávább dolog néha nem kimutatni az érzelmeinket. Farccal élni az életünket. Egyszerűbb és gyávább dolog nem bevallani, hogy félek, hogy szorongok, hogy gyenge vagyok, hogy ebben most béna vagyok, hogy itt most kicsinek érzem magam, féltékeny vagyok. És szerintem az egy menő dolog, nagyon vagány, tökös dolog azt mondani, hogy figyelj, itt tartok, ez van velem, most így érzem magam. És egyébként a nők is szerintem sokkal jobban szeretik, hogyha egy ember egyrészt őszinte, másrészt megbeszél az érzelméről. Harmadrészt nem csak a nők, hanem a férfiak is, hogy jobban tudunk egymásra beszélni, nem? Tehát nem kell kitalálni, hogy mi van most veled, hanem őszinte vagy, nyílt vagy. És ez azért néha baromi nehéz. És hogyha ilyen értelemben kérdezed, akkor az bizony egy tökös dolog. Tehát macsó dolog odaállni és azt mondani, hogy párkapcsolat bárki ellen, én itt és itt tartok, én így és így szeretném, bennem milyen félelmek vannak, bennem milyen vágyak vannak. Azt mondtad, hogy nehéz, de miért nehéz? Mert félünk, hogy mi lesz a következmény, mert félünk, hogy mit fog mondani. Mi lehet a következmény? Te volt, kerültél már olyan szituációba, hogy megbántad, hogy őszinte voltál? Most így hirtelen nem jut eszembe egy, de biztos van olyan, amikor azt mondaná, hogy na, legközelebb ezt most, akkor ezek szerint neked nem lehet elmondani, vagy önnek nem lehet elmondani egy ilyet, stb. De ez a kisgyerek beszél ilyenkor belőlünk, mert igazából nagyon is jól tetted, hogy elmondtad, és ez az egyetlen út. Mert hogyha azt mondod, hogy nem, valami történt, valami visszajelzés, amitől megijedsz, és akkor azt mondod, hogy legközelebb ezt nem mondod el. De mondjuk tini korodban például volt olyan, hogy te futottál bele hamarabb egy szeretlek kimondásába, és hogy utána ez ilyen... Tini koromban még lehet talán, hogy igen, aztán utána már elkezdtem befeszülni. És na pontosan erről beszélünk, hogy ez a félelem, hogy ki nem mondom. Nem. Megvárom, amíg a másik először. Igen, tehát ott ugye a befeszülés is az van, hogy belül ez is egy eltartás, vagy, ugye? Gyenge vagy, félsz, és azt mutatod, hogy nagyon férfi vagy, vagy azt mutatod, hogy nagyon nő vagy. Ez az igazából sosem igazából nagy erő, amikor valamit mutatsz. Most pedig, ha lenne, hogy azt mondom, hogy ki az első, aki mondja, hogy szeretlek, hát mondani kell, amit érzel. Mondani kell bátran. És ehhez bátran. Kell a bátorság. Hát szerintem igen. Különböző kapcsolatra, különböző karakterekre, karakter szerepeket játszunk tulajdonképpen az életbe is. Hát nem? Hát igen. Aztán jön egy film, a korhatáros szerelem. Igen. Ahol végre megmutathatom az igaz énedet. De hány igazi énedet? Ugye hát ott megérkezik azért... Bőgős Bandi. Igen, de a Bőgős Bandi az a munkájában sikeres, de egyébként egy érzékeny lelkű, tehát hogy mennyire rubickoltál ezekbe a hát azért nagyon, nagyon. Én szerettette ezt? Nagyon szerettem. Először nem értettem tényleg, hogy azt itt is már elmondtam, hogy miért én kapom egy ilyen lúzert, aki így picsok-pityok, de aztán utána pont észreveszed, hogy amikor azt gondolod, hogy nagy fiú vagy, te mint Fenyő Iván vagy bárki, azért még mindig van benned gyávaság, gyengeség. Na most ebbe a fiúba csak ilyen pipogyaság, gyávaság, gyengeség, gyerekség van. Holott és akkor egy sikeres ember? Holott egy sikeres ember, és akkor ezt csak fel kell nagyítani, ami benned van ezerszeresére, és akkor el tudod képzelni, hogy mi az, aki mondjuk így zokog egy nő előtt, és akkor, ez hogy tud működni, hogy oda mész egy nőhöz is így zokogsz, mert ez azért nem, ez már gyerekség, ez már gyermetegség, ez már hülye gyerekség, főleg amin sír, meg stb. De én, mint színész, imádtam ebbe lubickolni, mert ez tök jó, hogy így ezt kiélheted saját magad. Széles játékteret engedett a karaktered? Hát igen, és azért hogy önkritikus legyek, nem ilyen finom ecsetvonásokkal dolgoztam. Nem pasztel színekkel dolgoztál. Hát tudtunk neki rendesen, de lehetett, mert ugye csávó el tudott hinni, hogy ő ilyen. De ugyanakkor meg érdekes egyébként, mint karakter, hogy nagyon gazdag, finoman igen. Fogalmaztam, finoman játszom. Hát, hogy nagyon gazdag, meg nagyon menő, de mégis az érzelmi intelligencia, és ez egy picit tényleg ilyen
komoly dolog, ha már erről beszélünk, hogy az érzelmi intelligenciát hol tart, érted? Hogy oké, mennyi a pénzed, oké, menő vagy, oké, sikeres vagy, oké, felnéznek rá, stb. De az érzelmi intelligenciát hol tart? És utána a legelső, amikor te kérdeztél, akkor innen indultunk, hogy ki a macsó, ki a bátor, amiről beszéltünk, hogy kimutatod az érzelmet, ez mind érzelmi intelligencia. Észreveszed egyáltalán, hogy mi van benne, és ezt kimondod-e? Hát, ja, ebben is lehet fejletlennek, meg mesternek lenni. És a magánéletedben mi az, ami érzékenyen érint téged, vagy mi az, ami felbolygatja a lelki tengeredet? Hát szinte minden. Mi az, ami nem, Iván? Én nagyon, nagyon érzékeny ember vagyok, amit szeretek magamban. Nem jó, ha túlérzékeny vagy, és nem jó, ha gyermeteg vagy. Kell egy stabilitás, kell egy erőd, az érzékenység az kell, gondolj egy zenészre, egy művészre. Tehát nagyon, nagyon, nagyon fontos érezni, hogyha a pókháló már megrendül a legkisebb széltől, és akkor arra kell tudni lépni, egy harcművész is, ha nem érzékeny, ha nem érez, ha nem intuitív, akkor nem tud. Kerülgetjük itt a témát, de már sokszor sok na, helyről gyerünk, jött. Gyerünk. Hát, ha jól vastuk, hogy meg szeretnél te állapodni? Jól olvastuk mi ezt? Ja, nem jól olvastátok. A gondolat sem született meg? Nem tudom, én is láttam ezt a cikket, és akkor néztem, hogy mindegy, jó, ha már így jött le, akkor jó, hát most akkor ez egy újabb kör. Valószínűleg arról beszélhettem, hogy nyilván közeledik ez a kor, és nyilván én is közeledem magához az érzéshez, hogy nem azt mondom, hogy én soha nem. Mekkora a nyitottság egyébként? Tehát, hogy mennyire nyitottan közeledsz? Már most mihez? Kihez vagy mihez? Ehhez a témához? Igen. Ha ott van mellettem az a nő, és azt érzem belül, mint egy intuíció, hogy, na, hogy itt az idő, akkor teljesen nyitottan. De ahhoz tudod, te nő vagy, pontosan érted, amiről beszélek, ahhoz kell érezned. Szóval nem jó tervezni, mint sok nő, hogy na most már. Nem. Nyugalom, és érezned kell. És ha érzed, bam, ott van. És akkor megtörténik. Tehát rajtad nem fog múlni? Rajtam nem, persze. Most már csak az égiek. Hát igen, meg azt mondom, amikor érzel valamit, akkor mered-e megcselekedni, bármi is az. 2018 elején tartunk, igen. És hát most már lassan szépen belemegyünk a februárba, de azért aktuális a kérdés, hogy van-e valami olyan vágyod, akár erre az évre, akár ami még nem valósult meg a jövőre nézve? Hogyne lenne? Mi csak az? Mi az, amit most el fogok itt mondani? Kb. Semmi. Nem szeretem elmondani sok vágyamat, meg célomat, mert valahogy úgy érzem, hogy azokat ilyen kis búra alatt kell nevelgetni, meg öntözgetni, tudod, hogy megvalósuljanak. Pláne nem jó egy tévében ezt így mindenki előtt elmondani. Igen, ez érdekes egyébként, valaki pont azért mondja el, hogy jobban bevonza. Tudja tartani igen, magát. Ez igaz, ez is jó, mondják, hogy ez egy trükk, hogy mondd el, és akkor kénytelen vagy, befeszül vagy, akkor ezt már elmondtam. Igen, ez vagy vizualizálod. Igen. Iván, én azt kívánom, hogy bármik is ezek a vágyak, ezek teljesüljenek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.